Ready? Okay. Super! Kap! Super! A felkészülési időszak és az edzőtábor lehetőséget ad arra, hogy a szokásosnál is egy picit többet foglalkozzon a kapusedző a kapusaival. Itt egy hete már itt vagyunk. Milyen munkát sikerült eddig elvégezni, illetve hát mi az, ami még vár rátok? Hát igazából ugye három részt ahhoznám a felkészülésünket. Az első másfél hetet otthon töltöttük, utána kijöttünk Ausztriába, itt töltünk el 2 hetet, és hazamegyünk, lesz még 2 hetünk az első bajnoki mérkőzésig. Az első 2 hétben inkább fizikális, azon belül is alapálló képességi edzések voltak kapus edzésen is, nem csak a csapat edzésen. Itt kint most már egy kicsit rövidülnek a kapus edzéseknek az időtartalmai, a dinamikája is egy picit csökken, és egyre inkább átmenjünk a technikai, illetve a taktikai felkészülésbe, illetve a sok videó elemzésbe, illetve olyan szituációs gyakorlatokba, amik majd a mérkőzésen várnak a kapusokra. Szokták mondani, hogy a felkészülési időszakot azt nem szeretni kell, azt meg kell csinálni. Úgyhogy erre nagyon nagy segítségemre van a Fit for Race program, amit a Diózsőrnél már 3 éve alkalmazunk. Itt 2 speciális részleg van. Az egyik az, amikor a Blaze Podok segítségével csinálunk kognitív fejlesztő gyakorlatokat, de most a nyári edzőtábortól bevezettük a pingponglabda adogatógépnek a használatát is, amit kapusok először furán, aztán egyre nagyobb kihívásként éltek meg. Nagyon jó volt látni azt a versenyszellemet, ami saját magukkal szemben is felállítottak, illetve hát nyilván látták, hogy a társaik hogyan is végzik ezt a gyakorlatot, illetve milyen eredményességgel. Úgyhogy egy 10 perces gyakorlatból egy 30 percet sikerült kihoznunk, mert mindenki szeretett volna még egy alkalmat arra, hogy megmutathassa, hogy mit is tud ezzel kapcsolatban. Mind a 4 karakter nagyon, nagyon pozitívan áll hozzá magához, a munkához is, illetve nagyon pozitív személyiség is, nagyon, nagyon nagy motivációval dolgoznak. Mindegyikőjükön látszik, hogy szeretné ő védeni a Diózsőr kapuját. Mindegyikőjük tudja, hogy ez nyilván nem lehetséges, egyszerűen 4 kapust ritkán tudunk beállítani a kapuba. Úgyhogy le a kalappal előttük, zokszó nélkül csinálják a nehezebb gyakorlatokat is, és én biztos vagyok benne, hogy mind a 4 készen lesz a bajnoki rajtra. Azon túl, hogy a csapat minden tagjával, minden csapatrészsel külön-külön is foglalkozunk, a 2024-25-ös nyári edzőtáborban jut egy kis idő a kapusokra is. Milyen plusz munkát sikerült a Fit for Race programnak köszönhetően elvégezni eddig? És mi az, ami még ezután várhat rájuk? Hát alapvetően én próbálok mindig akár külföldi oldalakról inspirálódni, akár szöveges anyagok, akár videókról van szó. Ezeket próbálom minél jobban beépíteni a kapusedzésbe, ezáltal színesebbé tenni, de mindig egyeztetek a kapusedzővel, hogy ő hogy látja, beilleszthető, milyen kapus technikai elemek, tehát ez az, ami egy idei, illetve már a tavalyi szezon végén is elkezdtük ezt közösen összerakni, hogy milyen kapus technikai elemekkel tudjuk még inkább a mérkőzéshez közeli szituációkat gyakorolni, és ezeket próbáljuk meg például egy stroboszkópos szemüveggel nehezíteni, ami például azt szimulálja, mikor a kapus előtt a védőktől például nem lát egy lövésnél, és akkor ki tudjuk neki takarni akár a szituációkat. Úgyhogy ezek azt gondolom, hogy mind jövőbe mutató eszközök, és abszolút itt Diózsőrbe befogadóak ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt jól be tudtuk építeni a mindennapokban. Vegyük sorba azokat a gyakorlatokat, kérlek mutasd be nekünk, ami az elmúlt napokban sorra került az edzőtáborban. Hát alapvetően, amit mindig használunk, az a Blaze Pod, nyilván ezek a lámpák, amiket nem csak a kapusoknál, hanem a mezőnyjátékosoknál is egyre többet próbáljuk alkalmazni a pályán, mert így lehet érdekesebbé tenni a kognitív képességfejlesztés, hogy azok között a körülmények között vagyunk, amit minden labdarúgó szeret. Pálya, labda, kapu, fű, ezek szerintem megadják alapvetően a kedvet az egész feladathoz, és színesítjük a különböző színű lámpákkal, különböző hangokkal is, akár ha azt használjuk, és ezen kívül használunk még stroboszkópos szemüveget, amit említettem is, hogy
különböző másodpercekben sötétíti el a szemüveget, majd világosítja ki, és nyeri vissza a látását a kapus. Ezt lehet könnyíteni, lehet nehezíteni, lehet, hogy csak az egyik oldalt sötétítem el, lehet, hogy csak a másik oldalt, vagy felváltva, és akkor ezzel is érdekesebb és különböző szituációkat lehet ezzel előhozni. Illetve amit még használunk, a bumeráng, a háromszög bumeráng, ami leginkább a kézügyességet, kézkoordinációt fejleszti, ezt is rendszeresen alkalmazzuk a kapusedzéseken. Teniszlabda elmaradhatatlan kelléke nem csak a kapusedzésnek, hanem akár a mérkőzés előtti aktivációnak is, tehát abszolút próbálunk minél több és minél színesebb eszköztárat előhozni itt a, nem csak a felkészülés alatt, hanem a teljes szezon alatt is. És ahogy említettem is, ami nagyon fontos, hogy kapustechnikai elemeket is megjelenítsünk a kapusedzésekbe, és ami egy idei célunk, hogy a játékosokkal, mezőnyjátékosokkal pedig nem csak fizikális paramétereket határozzunk meg a kognitív fejlesztések alatt, hanem taktikai és a vezetőedző által meghatározott taktikai elemeket is folyamatosan ismételve, begyakorolva, és az ne egy egyszeri reakció legyen, hanem egy alapvető automatizmus. Valamilyen szinten vezeted azt, hogy ki hogyan teljesít ezekben a gyakorlatokban? Igen, alapvetően minden felkészülés előtt megcsinálunk egy képességtesztet, nem csak a kapusokkal, hanem a mezőnyjátékosokkal is, és ezt a felkészülés végén újra mérjük, és akkor ezek alapján követjük nyomon azt, hogy ki milyen fejlődésen ment át, akár itt a felkészülési idő alatt, de akár a teljes szezon alatt is. Egy hete dolgozik kint a csapat felső ausztriai edzőtáborban. Hogy érzed, ez a három hét, ez hogyan telt, milyen állapotban, milyen erőállapotban vagy most? Jó érzem magam, köszönöm szépen. Szerintem sokat dolgoztunk, és érzem, hogy a testem és a lábaimnak van ezt a erő, és szerintem még van 20 nap első meccs előtt, szerintem ezt a 20 nap fogunk jól kihasználni, és utána a bajnokság, első bajnoki meccs előtt fogunk legjobb formában lenni. Milyenek az edzések? Milyen plusz munkát tudtok ilyenkor elvégezni? Mire jut idő, amire évközben nem? Szerintem ez erőformában edzések tartunk, azért, amikor bajnokság jön, akkor nyilván ott nem tudsz terhelni úgy, mint edzőtáborban, és szerintem a srácokkal és a Jonival olyan munkát csináljunk, hogy legyen majd a hosszú távra ezt a erő. Beszélgettünk Dobó László Fit for Race performance coachunkkal is, és ő is sokat beszélt arról, hogy picit próbálnak titeket kizökkenteni a hétköznapokból is, azzal együtt, hogy azok a gyakorlatok, amiket ekkor sikerül elvégezni, segítik is a ti koncentrációtokat és minden mást. Melyik gyakorlat tetszett ezek közül a legjobban? Hát nekem nagyon tetszik ezt a kognitív gyakorlat, amikor a világít négy szint, és egy mondjuk négy lámpa van, és csak neked piros kell nyomni, és másik három szint ez zavaró. És szerintem nagyon jó, amikor te fáradt vagy, és neked többet kell koncentrálni. Szerintem dolgozni Locival, azért nyilván olyan gyakorlatok mi tudjunk találni, ahol nekünk is segíteni próbál Loci, hogy olyan rövid időben kell jó döntést hozni. Szerintem ez nagyon jó, ez a fit rész, és szerintem Locival dolgozni, amikor kell tennek, amikor érzed, hogy te fáradt vagy, és neked kell jó döntést hozni, és próbálni nem hibázni ilyenkor.